Síp szó után kezdődött a kispályás futballmérkőzés a kertvárosi iskola új sportudvarán. A város színeire festett rekordtámborítás biztonságosá teszi a sportolást. Ráadásul az esővizet is elvezeti, ezért nem olyan csúszós, mint más pálya. A tagintézményben régi áron valósult meg a beruházással. Évek óta nagy álmunk és vágyunk volt, hogy egy rekordtámborítású műanyag pályánk legyen, hiszen iskolánkban mindenféle sportág megtalálható, a labdarúgás, a kézilabda, illetve tollas röplabda, és fontos volt számunkra, hogy a gyerekek a mozgás, sport örömét megtalálják, és ehhez szükség volt egy ilyen hiper-szuper beruházásra, illetve a tornacsarnokunk egy pár évvel ezelőtt lett felújítva, úgyhogy minden infrastruktúránk rendelkezésre áll, hogy a lehető legsportosabb gyerekeket neveljük. A beruházás csak nem 40 millió forintba került, amelyet a fenntartó Nyíregyházi Tankerületi Központ saját forrásból finanszírozott. Vinnai Győző, a városrész országgyűlési képviselője azt mondta, a megyeszékhelyen nagyon komoly oktatási fejlesztéseket hajtottak végre. Nyíregyházán a köznevelési rendszerben nagyon sok infrastrukturális fejlesztés volt, nem csak sportfejlesztés. Ez azt jelenti, hogy fontos a városnak a köznevelési intézményhálózata, hiszen mégiscsak egy iskolában az a lényeg, hogy színvonalas oktatás folyjon, és a kertvárosi iskola az utóbbi években kedvelt, keresett iskola lett. Egyre többen hozzák ide a gyereküket, jó színvonalas oktatást kapnak, nevelést kapnak, mozoghatnak is, és hát persze a szülők nézik, hogy milyenek az infrastruktúrális feltételek, milyen a digitális oktatás lehetősége, milyen a sportolás lehetősége, milyenek az osztálytermek, mert én azt szoktam mondani, hogy az oktatáshoz nagyon fontos a szülő és a pedagógus együttműködése a gyerek érdekében. A sportpályát csütörtökön adták át. Az iskola egyre népszerűbb, egyre több szülő választja gyermeke számára. A kertvárosi intézménybe jelenleg 500 diák jár.